Bekecsen az idén is megrendezik a már hagyományá váló ablakdíszítést, amit az adventi naptár illetett, és tulajdonképpen egy népszokás. Kialakulása egy édesanyához kötődik, akinek kisfia nagyon türelmetlen volt, hogy kivárja a karácsonyt. Ezért az édesanyja kitalálta, hogy egy papírlapot 24 részre oszt, ezekre a részekre egy-egy szem csokoládét vagy cukorkát helyezett. A kisfiú minden nap megehetett egyet-egyet az édességek közül, így sokkal türelmesebben tudta kivárni a közelgő ünnepet. Ezeket a kis részeket szimbolizálja az adventi naptár, amit Bekecs községben a lakosság házainak feldíszített ablaka fog idén is jelképezni. 4 éve rendezzük meg a községben az élő adventi kalendáriumot, aminek a lényege az, hogy december 1-től 24-ig minden nap új és új ablakban jelenik meg az a szám, ami az adott dátumot jelképezi, élő kalendáriumot alkotva. De ennek a leginkább az a mondani valója, hogy egy kicsit a karácsony hangulatát kivigyük az utcákra, hogy azok, akik elhaladnak az autókkal, vagy esetleg gyalogosan, azoknak a szívét egy kicsit megmelengeti az, hogy ha látnak egy szépen feldíszített ablakot. Az ablakokba helyezett díszek témája és színei az adventi koszorú liturgikus rózsaszín és lila színeit felhasználva tükrözik az ünnepet, de a készítők fantáziája szabadon szárnyalhat. De minden nap föl van rakva az, hogy hol található meg ez az ablak, és akkor meg tudják nézni a gyerekek, felnőttek egyaránt. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban nagyon fontos, hogy sokat tartózkodjunk kint a friss levegőn, és hogyha van egy célja annak, hogy miért megyünk el ebbe vagy abba az utcába, akkor egy kicsit szívesebben sétálunk. Az ablak feldíszítésének az a lényege, hogy jól látható legyen benne a szám. Tehát, hogyha elhaladunk mellette autóval, akkor felkapjuk a fejünket, hogy itt láttunk egy 2-es, 3-as vagy akárhanyas számot, és az, hogy még egyéb milyen díszítések kerülnek föl hozzá, az pedig mindenkinek a saját kreativitására van bízva. Ami nagyon fontos, hogy azért nehéz úgy megjeleníteni ezeket a díszítéseket, hogy a nappali fényben, illetve kivilágítva is jól mutasson. Aki már csinált ilyenfajta díszítés, az tudja az, hogy azért ebben van kihívás. Ez a karácsonyunk kicsit más lesz, mint a többi. Az ablakok díszeit bárki megszemlélheti, ezzel betartva a járványügyi szabályokat, mégis átérezve az ünnepi előkészületek izgalmát, szépségét. Reméljük, hogy a mostani karácsonyunk igazán a családok belsőséges ünnepévé válik, az együttlét és az egymásra figyelés lesz a legfontosabb.